Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, február 8-a Aranka névnapja van. 183 éve ezen a napon megszületett Dmitrij Ivanovics Mengyelejev, orosz kémikus, az elemek periódusos rendszerének megalkotója. 83 esztendeje pedig meghalt Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus. Most következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. A Szabadka és Zenta közötti sineken sétálnak a migránsok, akadályozzák a vonat közlekedést. Félnek az újvidékiek, napról napra lövöldözésről érkezik hír a tartományi székvárosból. Jégtáblák a csodor a víz a Tiszán, Magyarország északi részén és Kárpátalján, a magyar kanizsa nincs veszélyben. Megalakulhat a szerb községek közössége Koszovóban. Az életük kockáztatásával olykor a sineken várakoznak a migránsok egy szabadkai vasúti csomópont mentén, napközben akár száznál is többen várják a vágányok mellett egy független segélyszervezet élelmiszer csomagjait. Az arra közlekedő menetrend szerinti szerelvényeknek lassítaniuk, és néha meg is kell állniuk, hogy elkerüljék a tragédiát. Egy amerikai segélyszervezet munkatársai osztják az élelmet az illegális bevándorlóknak itt egy Szabadkához vezető vasúti simpár közelében. A bevándorlókat ilyenkor el kell terelni a sinekről, nem törődnek azzal, ahogy mögöttem is látható, hogy vonat érkezik, és az életük kockáztatásával is várják az élelmet, illetve vannak olyanok, akik ebédjüket a simpáron fogyasztják el. Szerda délután is pont a vágányok mentén étkeztek az illegális bevándorlók, amikor észrevették, hogy közeledik a menetrend szerinti szerelvény. Volt olyan migráns is, aki csak az utolsó pillanatban volt hajlandó utat adni a szerelvénynek. A migránsok nap mint nap egyre nagyobb számban gyülekeznek a Szabadkai Édességgyár mögötti vasúti csomópont közelében. Száznál is többen várakoztak élelmiszercsomagra és ivóvízre, amikor a stábunk a helyszínen járt. Főként olyan személyekről van szó, akik illegálisan, iratok nélkül tartózkodnak az országban. Volt, aki arcát nem vállalva nyilatkozott. They catch me and deport Macedonia. And after I go back, again back, Szabadka. Two, three times I'm try Hungary, but border close, I give some person money. But the police catch me. A szerelvényeknek minden alkalommal lassítaniuk kell, olykor pedig megállni kényszerülnek, hogy elkerüljék a tragédiát. A bevándorlók is tisztában vannak azzal, hogy az életüket kockáztatják. Train, yes, dangerous, but all persons safe location, jungle. A segélycsomagokat egy civil szervezet biztosítja. Az egyik kanadai munkatársuk Gabriel Tibo elmondta, a rendőröktől nem kaptak engedélyt, hogy a szabadkai befogadó központban segítkezzenek, ezért választották ezt a nem szokványos helyszínt. And it is a need. Serbia and this border is not there's not that much service compared to other places in Serbia or Greece, or there is a need and they need people that can be working around the clock to provide. A helyszínen az ENSZ menekültügyi főbiztosságának emberei is jelen voltak. Az Újvidéki Humanitárius Központ dolgozói is elmondták, mindaddig itt fognak tartózkodni, amíg a migránsok a vasúti sinek mentén várakoznak napi rendszerességgel. Kiskorú migránsok gyógyítására is fenntartott szárnyal bővítik a Szabadkai egyes számú rendelőt. Az illetékesek elmondták, hogy az épület részt a szabadkaiak is igénybe vehetik majd. Nem csupán az illegális bevándorlók számára készül, ez azt jelenti, egy rendelőben kezelhetik a helyi és a menekült gyerekeket is. Egymásnak adták a kilincset az emberek a Szabadkai egyes számú rendelőben. Eddig még csupán a környékbelieket fogadták itt az orvosok, ez azonban hamarosan változni fog, mert egy mintegy 100 négyzetméteres épület résszel bővül ez a városi rendelő. A szabadkai egészségházakban az elmúlt időszakban mintegy 1000 fiatalkorú illegális bevándorló gondját viselték. Ez nagy megterhelés volt a helyi egészségházaknak, ezért döntöttek úgy, hogy a mögöttem is látható új épület szárnyat is átadják, amelynek a rendeltetése az lesz, hogy fiatalkorú bevándorlókat, valamint szabadkai gyermekeket is egyaránt gyógyítani fognak benne. A legtöbben kétkedve fogadták a hírt. Nem egyeznek ugyanis azzal, hogy a migránsok és a szabadkaiak gyerekeit közösen kezeljék. Nije u redu to sa migrantima. Treba drugi način rešenja naći.
da se oni imaju stacionar, zašto treba tu da dođu ambulantu da ovaj narod. Persze vannak, akiket egy cseppet sem zavarna a helyzet. Jó, nincs, hogy úgy, ahogy mi, ahogy zavisi, puno zavisi od svakog zavisi, kako, koj opredeljen, za čega. Az épületszárny építése várhatóan február végére fejeződhet be. A beruházás mintegy 53 ezer euróból valósult meg. A pénzt egy németországi szervezet biztosította. Ide na to mesto vršimo pregled neku vrstu dispanzera za decu do 14 godina, decu migranata. Naravno, to ne podrazumeva nikakvu segregaciju niti lečenje samo dece migranata. To je ono što će služiti i našoj deci, to jest našim građanima. Március elejéig biztosan nem lesz üzemképes a rendelőszárny, hiszen még orvosi eszközöket is be kell szerezni, és új munkaerő alkalmazása is tervben van. A balkáni útvonal ellenőrzése és az illegális embercsempészet megelőzése érdekében közös biztonsági tervet dolgoznak ki a közép- és dél-kelet-európai országok, jelentették be az érintett európai országok belügyi és védelmi minisztereinek szerdán Bécsben tartott találkozóját követően. A megállapodás értelmében a közös biztonsági tervet áprilisig dolgozzák ki. A helyzet elemzését, a technikai és létszámigényeket, a válsághelyzet megoldására tett lépéseket és a közös intézkedések lehetőségét tartalmazza majd. Egyre rosszabb a közbiztonság Újvidéken. Egyes vélemények szerint a rendőrség nem végzi jól a munkáját, sőt, kapcsolat állhat fent a rendvédelmi szervek és az alvilág között. Már az iskolák környékén is lövöldöznek. A tanulók biztonságának növelése érdekében biztonsági őrök kerülnek az oktatási intézményekbe. Ezen kívül videókamerákat is elhelyeznek. A helyiek félnek. Az újvidéki rendőrség decemberi adatai szerint 10,5%-kal csökkent a bűnözések száma a városban. A tények viszont nem ezt bizonyítják. Csak januárban több olyan utcai lövöldözés és összetűzés történt, amelyekben a polgárok, sőt az iskolás gyerekek is veszélyeztetve voltak. Január 24-én Újvidéken egy általános iskola mellett történt a lövöldözés. Az újvidékiek szerint sokkal többet kell tenni a városi közbiztonságért. A szülők féltik a gyerekeket felügyelet nélkül az utcára engedni. Igrom slučaja, moj stan se nalazi u blizini i jedne saobraćajne škole i škole Đure Daničić u kojoj se desio incident i zaista sam se preplašila pomislivši kako je eto slučajnom prolazniku, ali pre svega detetu koje je moglo da bude moje ili nečije drugo moglo nešto da se dogodi. Az Újvidéki Városi Képviselőtestület iskolán belüli erőszak elleni koordinációs testületének gyűlésén szó volt a két héttel ezelőtt történt a lövöldözésről is. Megállapították, annak ellenére, hogy szerintük az iskolákban és környékükön magas szintű a biztonság, azt mindig lehet javítani. Őrszolgálat, videokamerák, valamint az azonosító kártyák helyes alkalmazását és más mesterséges akadályok felállítását javasolták a biztonság növelése érdekében. Što se tiče fizičkih barijera, mogu da kažem da će u toku 2017. godine otpočeti pilot projekat u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin. U zavisnosti od toga kako se bude pokazao taj projekat u toj školi, nastavit ćemo i sa uvođenjem fizičkih barijera u drugim školama. A koordinációs testület az elkövetkező időszakban a biztonság növelése érdekében az iskolákkal együttműködve felülvizsgálja az alkalmazásban levő biztonsági rendszereket, és amennyiben hiányosságokat találnak, javítani fognak a helyzeten. A Tisza észak-magyarországi szakaszán tomboló erővel déli irányba haladó jégár vélhetően nem okoz gondokat a folyóvajdasági szakaszán. Magyar Kanizsánál már zajlik a jég, és komolyabb áradástól sem kell tartani, mondják az illetékesek. Elemi erővel zúdul a jégtömeg délfelé a Tisza észak-magyarországi szakaszán. A jégár mindent magával ragad, ami az útjába kerül, és méterekkel felduzzasztja a folyót. A Tisza-vajdasági szakaszán ilyesmire nem kell számítani, még akkor sem, ha tudjuk, hogy Csongrád környékén, valamint az Enta fölötti szakaszon is van még egybefüggő jégtakaró a Tiszán.
előbb-utóbb át fognak szakadni ezek a jégtorlaszok, dugók, és meg fog indulni erre lefelé az a elég nagy mennyiség jég. De még egyszer mondom, az egy keskeny szakaszán van a Tiszának, ami hozzánk leírva már nem kellene, hogy különösebb problémákat okozzon. A folyó menti úszó objektumokban, illetve a vízen hagyott csónakokban nálunk nagyobb károk egyelőre nem keletkeztek. A magyar kanizsai sporthorgászok egyik mólója ugyan megsüllyedt, de annak nem a jég, hanem az elöregedés az oka. Egy héttel ezelőtt, mikor már készültünk arra, hogy majd elindul a jégzajlás, láncfűrészekkel a jég az körbe lett vágva, lett csinálva egy fél méteres sáv, hogyha a jég elindul, akkor magát a mólót, amit tulajdonképpen a jégfogságában volt, ugye ne húzza maga után. A Magyar Kanizsai Községi Katasztrófavédelmi Törzskar folyamatosan figyeli a jég mozgását és a vízszint alakulását is, az önkéntes tűzoltók pedig készen állnak az esetleges beavatkozásra. Egyelőre minket nem fenyeget a veszély, a vízállásunk az most jelenleg normálisnak mondható. Törökkanizsánál per pillanat a mai mérések szerint 215 cm a vízállása. Ez most az előrejelzések szerint szerdáig emelkedhet olyan 420 cm-ig, ami még mindig nem mondható rendkívülinek. Mivel a vidékünkön várható további 2-2,5 méteres vízszintemelkedéssel sem fogja a Tisza elárasztani az árterületeket, az árvízvédelmi készültség bevezetésére nem lesz szükség. Ezt Magyar Kanizsánál a 600 cm-es vízállás indokolja. A jégzajlás és a fagyok után most jöhet az áradás. Reméljük, hihetünk az illetékeseknek, és nem lesz a korábbi évekhez hasonló árvíztérségünkben. Tűz ütött ki délelőtt 10 óra körül a csantavéri Gebi takarmánygyár raktárában. Rendőrségi információk szerint az egyik raktárban a meggyulladt hulladékról az épület tetőszerkezetére terjedtek a lángok. A takarmánygyártására szolgáló épületben, a késztermék raktáraiban és a silókban nem tett kárt a tűz. A lángok megfékezésében a gyár saját tűzoltó szolgálata, a csantavéri önkéntes tűzoltó testület és a szabadkai tűzoltóság is részt vett. Hárman szenvedtek sérüléseket, amikor egy mozgásban levő autó felrobbant Belgrádban. A felrobbant Citroën márkájú autó sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett. A másik két sérültet a saját autójukban érte a robbanás, amikor pont a felrobbanó autó mellett haladtak el. Nem hivatalos értesülések szerint az eset súlyos sérültje, a 38 éves ígyé, a közelben lakik. Őt innen személyi autóval szállították a sürgősségi központba. A többi sérültet a mentőszolgálat emberei a helyszínen ellátták. Megkezdik a szerb községek közösségének létrehozását Koszovóban, jelenti a koszovói sajtó. Hashim Thaçi koszovói elnök és Issa Mustafa miniszterelnök, valamint Kadri Veszeli parlamenti elnök megegyezett tegnap Pristinában, hogy hozzá kell fogni a szerb községek közösségének megalakításához. Marko Gyurić, a szerb kormány Koszovó ügyi irodájának vezetője ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy ez egy újabb politikai húzás a koszovói szerbek megalázására és arra, hogy átvegyék felettük a hatalmat. A Belgrád és Pristina közötti viszony az elmúlt hetekben ismét feszülté vált. Mindkét fél különböző politikai húzásokkal próbálta a nyilvánosság figyelmét elterelni a lényeges kérdésekről. Szerbia szerb nemzeti jelképekkel feldíszített vonatot akart Koszovóra küldeni, Pristina pedig a koszovszka-mitrovicai fal körüli botránnyal próbálkozott. Ezek a politikai játszmák azonban csak a konkrét lépéseket hivatottak odázni. Belgrád és Pristina még évekkel ezelőtt megegyezett a koszovói szerb községek közösségének létrehozásáról. Ennek döntési joga lenne az egészségügy, az oktatásügy, a város és területrendezés, valamint a gazdaságfejlesztés terén. Szerbiának jogában áll majd pénzelni a közösségeket. Ez azonban a mai napig nem történt meg, főleg mivel Pristina minden áron megpróbálta megakadályozni a közösség létrejöttét. A jelenlegi helyzetben európai nyomásra meg kell tenniük, így tegnap úgy döntöttek, hogy ezt Pristina hozza létre, amivel Szerbia nem egyezik, mivel szerintük akkor Pristina hatáskörébe tartozna. Szerbina, Koszovo i Metohiji željno iščekuju formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, najave albanskih političara u kojima oni sebe predstavljaju kao glavni faktor u formiranju zajednice srpskih opština podsjećaju na neku vrstu političke igre u kojoj Srbina, Kosovo i Metohiji treba da budu u političkom smislu podvrgnuti njihovoj vlasti i poniženi. Gyurić azt is hozzátette, hogy ez teljesen ellentmond a brüsszeli megállapodásnak.
Zajednica srpskih opština treba da bude formirana na osnovu sporazuma koji je dogovoren između Beograda i Prištine. Nju treba da formiraju srpski predstavnici na Kosovu i Metohiji, a ne albanski političari. Da smo čuli vest da su Tači, Mustafa i Veselji dogovorili formiranje zajednice albanskih opština, u tome ne bi bilo ničega čudnog. Ali da oni govore o formiranju zajednice srpskih opština kao nečemu čime oni treba da se bave, to nije ono što je njihov posao. Zajednicu treba da formiraju Srbi na Kosovu i Metohiji u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima. Hašim Tači Kosovo i elnök és Isa Mustafa miniszter elnök, valamint Kadri Veseli parlamenti elnök tegnap Prištinában megegyezett arról, hogy megalakítják a szerb községek közösségét, létrehozzák a demarkációs vonalat Montenegróval, valamint elkezdenek dolgozni azon, hogy a biztonsági erőiket koszovói hadsereggé alakítsák át. Koszovó eurointegrációjáról tárgyalt ma Hašim Tači Brüsszelben Donald Tuskkal, az Európai Tanács, valamint Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével. A koszovói elnök csütörtökön Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével találkozik. Hašim Tači brüsszeli tartózkodása alatt a koszovói polgárokra vonatkozó vízumliberalizációról, valamint Koszovó uniós tagságáról is tárgyal. Bosznia-Hercegovina a Hágai Nemzetközi Bíróságtól a Szerbia által elkövetett háborús bűncselekményekre vonatkozó per újratárgyalását fogja kérni, amennyiben a szakemberekből álló vizsgálócsoport azt indokoltnak találja. Jelentette ki Bagir Izetbegovic, Bosznia-Hercegovina elnökségének tagja. A Demokratikus Akció pártjának vezetője kedden kijelentette, hogy az elkövetkező napokban beszélni fog azokkal a szakemberekkel, akadémikusokkal és politikusokkal, akik már korábban megkeresték az üggyel kapcsolatban. Csak ezután hoz majd döntést a bírósági döntés revíziójáról. Mladen Ivanić, Bosznia-Hercegovina elnökségének soros vezetője kijelentette, hogy nem szeretnék kommentálni a helyzetet, de el kell mondani, hogy ez nagyban visszavetheti Szerbia és Bosznia közös gazdasági, infrastruktúrális projektjeinek megvalósítását. Nézzük, mi lesz még a híradóban. A Fogyasztóvédelmi Tudatosságra Nevelő Iskola címet kapta meg a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola. Hármas könyvbemutatót tartott kedden este a Zentai Alkotóházban a Magyar Szó szerkesztősége. Az ortodox gyertya szentelő, vagyis Sretenje napján ünnepli Szerbia az államiság napját, ezért február 15-e és 16-a munkaszüneti nap, közölte a Szerb Munkaügyi Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Minisztérium. Az állami és más ünnepekről szóló törvény szerint a gyertya szentelő és az államiság napja állami ünnep, amit február 15-én és 16-án tartanak. Mivel két nap szerdára és csütörtökre esik, ezért ezek a napok munkaszüneti napok lesznek Szerbiában, áll a közleményben. Megszűntek a topolyai állami gyógyszertárak, a helyüket magángyógyszertár veszi át. A topolyai dr. Hadzsi János Egészségház a község területén 9 helyszínen működtetett gyógyszertárakat. Az állami intézmények az elmúlt években hátrányba kerültek a magángyógyszertárakkal szemben, mivel közbeszerzési eljárással szerezhették csak be a gyógyszereket, valamint a vényeket már magánpatikákban is ki lehet váltani. A topolyai önkormányzat a helyzet megoldására pályázatot írt ki, ezt a Goodwill nyerte meg, és 10 évre bérbe vette a gyógyszertári helyiségeket. Új törvénytervezet vár elfogadásra február végén, amely valamelyest könnyít a még működő állami gyógyszertárak helyzetén. A múltban olyan törvényeket hoztunk, ezt itt gondolok a minisztériumra, ami is valójában lehetetlenné tette a gyógyszertárak működését, az, amelyik állami alapon dolgoznak. Ezeket próbáltuk, és az új törvény ezt már valójában megpróbálja valamivel módosítani és enyhíteni, de visszamenőleg azért nem tudunk olyan törvényt hozni, ami visszamenőleg is érvényes lenne, és eltörölni ezeket a mondjuk rá egy kicsit nem olyan jó irányú lépéseket. 3 évvel ezelőtt lépett életbe a bíróságok és ügyészségek székhelyéről szóló új törvény Szerbiában. Ennek köszönhetően kezdte meg működését Obecsin az alapfokú bíróság és ügyészség. Egy évvel később az ország leghatékonyabban működő bíróságává nyilvánították, mivel sok régi tárgy végére sikerült pontot tenniük.
Már a régi ügyek száma 10%-ra csökkent. Gorán Csimbura vitjabíróság elnöke az előttük álló feladatok közül a júniusban hatályba lépő, a családon belüli erőszak megelőzése érdekében hozott törvény alkalmazását emelte ki. A törvény szerint a fizikai és lelki bántalmazás mellett családon belüli erőszaknak minősíti a gazdasági erőszak egyes formáit is. To je jedan od krucijalnih zakona koji je u skladu sa odredbama Evropske unije i gdje je naša država prepoznala potrebu donošenja takvog zakona koji će po mom mišljenju doneti takve rezultate da će se smanjiti broj tih potencijalnih nasilnika, a mogu da vam kažem da su predviđene mere koje po meni daju samo ohrabrujuće rezultate koje bi trebalo prvenstveno preventivno da deluju na buduće potencijalne izvršioce. Az előzetes tervek szerint megközelítőleg 2000 férőhelyre iratkozhatnak majd be a gyerekek a 2017-2018-as tanévben Szabadkán. Azt, hogy pontosan mennyi szak és azokon mennyi férőhely várja majd a leendő elsősöket a középiskolákban, ma ismertették a Szabadkai Regionális Gazdasági Kamarában. 10 középiskola várja a végzős általános iskolás diákokat Szabadkán. Intézményenként 3-tól 10 szakot terveznek nyitni a következő tanévben. A szabadkai Bósza Milicevics közgazdasági középiskolában az előzetes tervek szerint a következő iskolaévben 9 szakot nyitnak majd, mintegy 270 férőhelyjel. Azt remélik, hogy a hiány szakmákat is be fogják tölteni a tanulók. A gazdasági kamara ülésén hallhattuk, a gazdaságból jövők konkrétan felemlítették a CNC gépek kezelőit, a heggesztőket, de ugyanakkor a pincérek, szakácsok is hiány szakmák. Főként azok számítanak hiányszaknak, amelyek közelebb állnak a termeléshez, de ugyanakkor az informatikával kapcsolatos szakmák is azok. Az oktatásban új törvények megszületése is várható, hangzott el a tanácskozáson. I ono što do sad nismo imali, a to je zakon o dualnom obrazovanju. I on uskoro ulazi u javnu raspravu. Međutim, ne čekajući to, mi moramo da pripremimo plan upisa kako bismo blagovremeno ponudili našim svršenim osnovcima da mogu da upišu srednju školu u školskoj 2017. i 2018. godini. A tervek szerint áprilisban jelenik meg a tájékoztató füzet a középiskolákban nyíló szakokról a következő tanévre. Elutasította a román parlament az ellenzék bizalmatlansági indítványát, amelyet azért terjesztettek be a kormány ellen, mert az sürgősségi rendelettel módosította január 31-én a büntető törvénykönyvet és a perrendtartást. Bukaresti kabinet döntése nyomán Romániában 8 napja tartanak a kormány ellenes tüntetések, amelyek hatására a kabinet vasárnap hatályon kívül helyezte a BTK-t módosító rendeletet. Az ellenzék február 1-én terjesztette be az indítványt, amelyet fenntartott a szerdai parlamenti vitán. Az indítvány mellett 161 törvényhozó voksolt, ami nem volt elég a kormány buktatáshoz, hiszen ehhez 233 szavazat kellett volna. 8-an szavaztak az indítvány ellen, és 33 érvénytelen voksot számoltak. Főként a szíriai helyzetről egyeztetett ma hajnalban Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnök telefonon. A 45 perces beszélgetés során Erdogan arra kérte hivatali kollégáját, hogy Washington ne támogassa tovább Szíriában a Népvédelmi Egységek nevű kurd milíciát, amelyet Ankara a törökországi kurd szeparadizmussal összejátszó terrorszervezetnek tekint. A két vezető egyetértett abban, hogy közösen lépnek fel az iszlám állam dzsihadistái ellen El-Báb és Rakka felszabadítása érdekében. Trump és Erdogan is úgy gondolta, hogy országaik között a jövőben még szorosabb együttműködésre van szükség a regionális kérdésekben. Súlyos betegség után 63 éves korában Szabadkán tegnap este elhunyt Slavko Parátya, a politikus a Demokrata Párt színeiben tartományi és önkormányzati képviselő is volt, valamint a Városi Képviselőtestület elnöki tisztjét is betöltötte. Slavko Parátya 2005 óta volt a DP tagja, a párt szabadkai elnöke volt 3 éven át. Temetése holnap 15 órakor lesz Palicson, előtte 12 órakor a Szabadkai Városháza dísztermében tartanak megemlékezést.
A fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelő iskola cím büszke tulajdonosává vált az Entai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola. A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán nyerte el a titulust. A díjat ma délután alkalmi ünnepség keretében vette át az intézmény vezetője. Az Entai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola célja, hogy fogyasztói tudatosságra nevelje a gyerekeket. Ezen törekvés elismeréseként vehette át az intézmény a fogyasztóvédelmi tudatosságra nevelő iskola címet. Ez mindenféleképpen egy elismerést jelent az iskolánk részére, hiszen egy kis közösség, egy kis munkaközösség, ha megvan a megfelelő támogatás, hatalmas dolgokra képes. A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szeptemberben hirdette meg pályázatát az oktatási intézmények számára. Összesen 29 pályázat érkezett, és Zentával együtt 11 iskolának adtuk át már ezt a díjat, úgyhogy bízunk benne, hogy még több pályázat érkezik. Hát azt kell mondanom, hogy egyre népszerűbb Magyarországon és a külhoni magyarok körében is a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat. A Zentai Középiskola egyedüli vajdasági intézményként érdemelt ki a díjat. Nagyon nagy dolog az, hogy egy vajdasági magyar iskola ilyen szép eredményeket ér el, amit nem csak az országban, hanem az anyaországban is felismernek és elismernek. Az intézmény tevékenysége több szempontból is példaértékűnek tekinthető. Az életre, a hivatásra, a vállalkozásra nevelik diákjaikat. Ma ennél fontosabb, azt hiszem, nem lehet senki számára. Az Entai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola illetékesei a jövőben szeretnék még inkább kiterjeszteni a fogyasztói tudatosságra való nevelésre irányuló programjukat, amelybe az intézmény diákjai mellett a település lakosságát is bekívánják majd vonni. Hármas könyvemutatót tartott kedden este az Entai Alkotóházban a Magyar Szó szerkesztősége. A Naptár 2017 a Szórványlétben és a Menedékben című kiadványaikat ismertették olvasóikkal. A Magyar Szó naptárát évről évre nagy érdeklődéssel forgatják az olvasók. Idén a boldogulás a szülőföldön volt a témánk, amit igyekeztünk körbejárni, és olyan pozitív példákat megmutatni az olvasóinknak, hogy azért talán itt is lehet még boldogulni, csak akarni és csinálni kell. A lap olvasói körében nagy népszerűségnek örvendett a Szórvány Magyarság mindennapjait bemutató Szórványlétben című sorozat. Az írásokat egy kötetbe szedték és kiadták. Egyetértek azzal, amit Durai Miklós írt, hogy a szórvány olyan, mint a kenyér meg a héja. Hogyha megbontjuk a héjat, akkor száradni kezd a béle. Tehát ezért fontos nekünk a szórvány. A Menedékben című kiadványa az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából látott napvilágot. Fontos szerepe volt ugye Jugoszláviának az 56-os eseményekben egy részről, ami a nagykövetségen történt Budapesten, másrészt pedig ide jött nagyon sok menekült. A Magyar Szó szerkesztősége a jövőben újabb kiadványokat is szeretne megjelentetni, köztük a Szórványlétben című sorozat második kötetét is. A szórványkönyvet mindenféleképpen, és ezen kívül riportos könyveket szeretnénk kiadni, vagy pedig egy adott szerzőnek az összegyűjtött műveit. A Szórványlétben című sorozat második kötetének előkészületei már folyamatban vannak. A kiadványa tervek szerint akár már a tavasz folyamán napvilágot láthat. Nyolcadik helyen ért célba Fanándor a Magyar Fejlesztési és Építési Spirit of Hungary nevű hajójával a Vendéglobe vitorlás versenyen. A magyar vitorlázónak ez volt a harmadik próbálkozása ezen a versenyen, ahol a cél, hogy egyedül egy 18 méteres hajóval kikötés és külső segítség nélkül kell körbehajózni a földet. A 63 éves magyar hajós a mezőny második legidősebb tagja volt. Fanándor 93 nap, 22 óra, 52 perc és 9 másodperc alatt vitorlázta körbe a földet. Ez a legjobb eredménye. A világ legnehezebbnek tartott versenye tavaly november 6-án indult el. Új rekordnak számító 10 ország 28 hajósa vágott neki a több mint 40 ezer kilométeres távnak. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A Szabadka és Zenda közötti sineken sétálnak a migránsok, akadályozzák a vonatközlekedést. Félnek az újvidékiek, napról napra lövöldözésről érkezik hír a tartományi székvárosból. Jégtáblák a csodora víz a Tiszán, Magyarország északi részén és Kárpátalján, magyar kanizsa nincs veszélyben. Megalakulhat a szerb községek közössége Koszovóban.
Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. Tartsanak továbbra is velünk, szép estét kívánok, a viszontlátásra!